Ezt a videót talán úgy kéne kezdenem, hogy bármit is csinálsz, ne nézd meg a komment szekciót odalent. Általában nem kapok sok megjegyzést a videóim alá, viszont amiket ide fogok kapni, kétségtelenül elszpoilerezhetik azt, ami majd itt fog következni. Szóval kérlek, rakj ki a videó teljes képernyőre és dőlj hátra, ugyanis megígérem neked, hogy olyan történetet hozok neked, amitől biztosan el fogod dobni az agyadat. Illetve szeretném még felhívni a figyelmet, hogy ez egy érzékeny tartalmú videó lesz, szóval ha a para témákra úgymond allergiás vagy, akkor még most kapcsolják, kérlek. Na, kezdjünk is bele! Nos, én úgy hiszem, felfedeztem egy olyan dolgot az Arkban, amit előtte még szinte biztos, hogy senki más. Engedd meg nekem, kérlek, hogy szépen levezessem pontról pontra. Két perc alatt is ledarálhatnám ezt az egészet, de ennek elég nagy súlya van. Elhiheted nekem, hogy elég rendesen utána néztem a dolgoknak. Nem számít, mennyiféleképpen kerestem rá, semmi találat. Se Google, se DuckDuckGo keresés, se YouTube videó, még csak egy rejtett morzekót se. Egyszerűen semmi. És ez végképp meglepő, hisz egy olyan játékról beszélünk, ami már nem mai. 2015 óta, azaz legalább már 9 éve velünk van. És erre a dologra még senki se talált rá. Na most, ha nem ismernéd a játékot, akkor Dióhéjban végül is csak annyiról szól, hogy egy szigeten dinoszauruszokkal és később különféle high-tech cuccokkal élj túl nap-nap után, küzd meg a környezeteddel, meg azoknak viszontagságaival, stb. Stb. Folyamatosan változik benne a természet is, hol esik, hol nem. Egyszer hőhullámok, aztán fázol, és ezzel együtt természetesen az éj és a nappal is váltakozik. Számos beállítással rendelkezik a játék, amiben tudjuk többek között azt is állítani, hogy mennyire gyorsan fejlődjünk, mennyi nyersanyagot gyűjtsünk, illetve azt is, hogy mennyire gyorsan vagy épp ellenkezőleg lassan teljenek a nappalok és az éjszakák. Utóbbira van is egy igen érdekes lehetőség. Be lehet például állítani azt, hogy a percek valósan teljenek a játékban épp úgy, ahogy a való életben. Erre itt ezt a kis beállítást kell alkalmazni, hogy a szerver vagy a single player módban a saját számítógépet idejét vegye alapul, így ha nappal van odakint, akkor a játékban is nappal lesz, ha pedig este játszol, akkor a játékban is este lesz. Néhány más játék alapjára véve is eleve így működik már, mint például ott van a World of Warcraft, vagy például a Pokémon Go, csak hogy ezt a két játékot említsem. És ez így végül is a legtöbb játékosnak csak nem több, mint, ja, csak a nap és év váltakozása. Na de, miért is fontos ez az egész? Előbb hadd kérdezek meg tőled valamit, ha játszottál már valaha ezzel a játékkal, akkor azt játszottad valaha így? Nyilvánvalóan a többségeteknek a válasz az, hogy nem, de ez nem is meglepő. Hát ki szeretne esténként, mikor van egy kis ideje teljes sötétségben játszani a játékkal, ha? Én minden esetre kipróbáltam már, először csak a hec kedvéért, de aztán valahogy úgy maradt. De nem is ezért csinálom ezt, hogy elmondjam, mennyire teljes körű a játék, vagy hogy nekem mennyire volt élvezetes így, hanem csak azért, mert én amikor ezt a beállítást alkalmaztam, akkor egy nagyon különleges jelenségnek lettem a tanúja. És innen indult ki minden. Ha ismersz engem, akkor tudhatod, hogy konkrétan egy éjjeli bagoly vagyok. Így ha leülök játszani, és ez a mód így be van kapcsolva, akkor nálam szinte tutira éjszaka van. Napközben semmi különös nincs, kellemes kis időtöltés, lehet témelgetni, farmolgatni, viszont ha éjszaka játszol így, akkor szinte az egész sziget teljesen megváltozik. Éjfél után ugyanis néhány helyen csak ezt a különös, atmoszférikus, szeles, fura hangot lehet hallani. Tudom, ez csak így önmagában is csak egy kicsikét creepy, viszont ha nem lenne ennél több benne, akkor meg se csináltam volna ezt a videót. Viszont itt mégis többről van szó. Még egyszer mondom, hogy nem számít mennyiszer és hogy hogyan akartam utána járni a dolgoknak, semmi nyomát nem találtam. Na lássuk, mi is történt. Ezt a screenshotot 2023. november 11-én hajnali 1 óra 38 perckor lőttem. És mint láthatod, ez csak a log része a játéknak, ahol az utolsó bejegyzés szerint meghaltam. Semmi extra nem történt, farmolgattam nagy nyugalomban, amikor a karakterem csak úgy magától összeesett. Minden ok nélkül. Nem volt se hideg, se meleg, egyszerűen csak összeestem, és meghaltam. Ezért is csináltam ezt a képet végül is. Igen, most simán gondolhatod azt, hogy megölt engem egy arra járkáló dinoszaurusz vagy player, de nem ez történt. Ha jobban megnézed a lognak azt a részét, ott ki kellene jelezni a halálom okát, bármi történt is.
Összesen két lehetséges helyzet van, ha így jelzi ki a játék. Az egyik az az, hogyha egy idegen játékos hangtompítóval lő le, viszont ez a tény egyszerűen ki van zárva, mert single playerben játszottam. A másik, ha véletlen a textúrából kiesel valami glitch miatt a pályáról, és szerintem ez se történt, mert azt szerintem észrevettem volna. Először nem is szenteltem neki nagyobb figyelmet, úgy véltem, hogy csak egy fura bug. Játszottam még aznap egy kicsit, aztán elmentem aludni. 24 órával később. Folytattam szépen az előre eltervezett kis dolgaimat, minden nagyon szépen ment, amikor egyszer csak bum. Megint megtörtént. Azonnal, minden ok nélkül. Ugyanúgy, a logban persze semmi. Sose tapasztaltam még ilyet a játékban ezelőtt, mármint, ja, az Ark tel is tele van bugokkal, túlságosan is sokkal. Viszont, hogy csak így sorozatban egymás után két nap meghalljak minden ok nélkül, még sose fordult elő korábban. Már ennél a másnapi lognál is feltűnt, de azt hittem, ez is csak a bug része. Ezért visszanéztem az előző nap készült screenshotot, és valami egészen furcsát vettem észre a két kép között. Így most egymás mellé fogom tenni, és kíváncsi vagyok, hogy hányan fogjátok kiszúrni. Adok egy kis időt. Nos, ami igazán furának tűnt nekem, az nem más, mint a halálom időpontja. Mindkét nap pontosan hajnali 1 óra 38 perckor történt. És a fantáziám egyből be is indult, éreztem, hogy ebben több van, mint egyszerű hiba a játékban. Próbáltam is gyorsan másokat utolérni, nyitottam is egy posztot a Redditen, de ezt valamiért törölték, és bannolva lettem minden ok nélkül. Szóval ja, elég színvonalas ez a segítség. De nem adtam fel, hanem próbáltam egyedül utána járni a dolgoknak. Ugyanis túlságosan is furának tűnt az nekem, hogy csupán csak egy véletlen egybeesés legyen ez az egész. Szóval egy tervet teszeltem ki. Másnap, pontosan ebben az időszakban be fogok lépni a játékba, lenyomom a H gombot, hogy a kiterjesztett HUD is megjelenjen, és pontosan látható lesz az idő, és emellé felveszem mindezt természetesen OBS-sel is, hogy úgymond lencse végre kapjam ezt az egész eseményt. Így lesz egy egyértelmű bizonyítékom arról, hogy ezt az egészet nem csak beképzelem. A következőt sikerült felvennem. Semmi. Vártam még pár percet, de nem történt semmi. Így kikapcsoltam az OBS-t, folytattam a játékot, csalódtam egy nagyot, feladtam szinte az egészet, beismerve, hogy csak ez az én nagyszüleményem volt. De aztán... bum! Megtörtént megint. Viszont most egy egész más időben. Hajnali 2 óra 9 perckor. Három halál egymás után, három különböző napon. De az utóbbi miért volt más időben, mint az első kettő? Úgy voltam vele, hogy most mi van? Szórakozik velem valaki? Vagy mégis mi a frász ez? Valaki valami különös kódot használva belenyúl a játékomba? Vagy mi van? Nos, hát viszonylag ez ennél egyszerűbb. Egy kicsit felmérgelt a dolog, de amint lehiggadtam és tisztábban tudtam gondolkodni, eszembe jutott, hogy ami talán a screenshotokon nem is látszik, hogy egy egész más helyen voltam ahhoz képest, mint ahol az első két eset történt. Ugyanis az első két alkalommal az úgynevezett Frozen Tooth hegységen voltam, utóbbinál pedig a Forspeaken. Szóval egy újabb ötletem támadt. Mi volna, hogyha a következő napon visszamennék 1 óra 38 perc előtt a Frozen Tooth hegységre, és úgy venném fel az egészet? Talán majd itt megint ugyanabban az időben történik meg ez a dolog velem. Szóval egyszerűen kiléptem ott a játékból, és megvártam a következő napot. Szent szar. Most már van videós bizonyítékom erről az úgynevezett bugról. Őszintén szólva, ezen a ponton kezdtem azt hinni, hogy itt még kell valami másnak is lennie. Azon gondolkoztam, hogy ha Forspeakre megyek 2 óra 9 perc előtt, vajon ott is megtörténik újra? Több mint valószínű.
és igen, megtörtént megint. 1 óra 38 perckor a Frozen Tooth-on, és 2 óra 9 perckor a Forspeak-en. Nem tudtam, mire véljem ezt az egészet, de valami oknál fogva ezekben az időkben és helyeken a karakterem mindig csak úgy összeesett magától. Mindig. De itt még nincs vége. Itt, a térkép északkeleti sarkában van még egy harmadik hegy is, a Frozen Fang. A másik kettőhöz képest egyébként egészen más ez a hely, szinte semmi növényzet, csak egy havas hegység. Állatok se nagyon vannak itt, és ha akad is, akkor nagyon kevés. Viszont ha itt is megtörténik velem valami, akkor biztosra veszem, hogy ez nem csak egy bug, és utána kell járnom még jobban a dolgoknak. Egy pár napig eltartott, hamarabb kellett ide jönnöm, mire kiderítettem, de megtörtént itt is. Éjfél után 33 perccel. Másnap is teszteltem, megint megtörtént. Minden éjjel, csak ezeken a helyeken, pontosan ebben az időben a karakterem, mint láthattátok, meghalt teljesen magától, minden magyarázat nélkül. Más helyeket is megnéztem, lehet, hogy való máshol is még, de én csak ezt a hármat találtam. Ezt a három hegységet itt fent. Szóval biztosra vettem, hogy több mint véletlen egybeesés lenne ez az egész, így elkezdtem még jobban kutakodni, hogy mégis mi lehet ez. Először is megkérdeztettem volna ismerőseimet, hogy nekik is megtörténik-e ugyanez a anomália, de a jelenlegi barátaim közül senkinek sincs meg ez a játék, az pedig, hogy csak azért vegyék meg, hogy próbáljuk ki, hogy meghalnak-e, azt lássuk be, nem kérhetem tőlük. Kerestem volna egy ilyen szervert, ahol mások is játszanak, ahol ugyanígy valós időben, ugyanígy telik az idő, de ilyet sajnos nem találtam. Így maradt az internet, hogy hát ha találok valami kis információ morzsát, vagy bármit, ami egy kicsit előrébb lendít engem. De semmi. Illetve majdnem semmi. Épp már feladni készültem ezt az egész dolgot, majd valami különös oknál fogva csak úgy véletlen rákattintottam a játéknak a stáblistájára. Nem direkt, csak úgy néha véletlen megcsúszik az egér, éppen amikor ki akartam lépni, akkor történt. Nem nyomtam ki egyből, mint más játékoknál szoktam egyébként, kivéve hogyha a legvégén látom ugye ezt, csak úgy néztem és merengtem. És ahogy görgött lefelé a lista, egyszer csak bevillant egy név és az, hogy mit dolgozott a játékon. Anthony Davis. Ő volt a felelős a pálya dizájnjáért és valószínűleg ő csinálta az egész mappot is. Azonnal jött a szikra. Oké. Én nem szoktam senkinek se könyörögni, de ember, ha van valaki, aki tudja, hogy mi folyik itt, akkor az csak ez az ember lehet. És én már túl mélyre mentem, hogy csak úgy feladjam ezt az egészet. Meg akartam kérdezni mindenképp. Hamar meg is találtam őt a neten. Megtudtam róla többek között, hogy nem csak az Arkon dolgozott korábban, hanem volt már pár projektje ezen kívül is. Mint például dolgozott a Borderlands-eken, vagy például a Fear játékokon is. Az egykori Twitteren, az X-en meg is találtam őt, de itt sejtelmem sincs, hogyan kell privátban üzenni akárkinek is, de szerencsére a Redditjén elég aktív volt. Különféle posztokra reagált, megosztott pár dolgot, ilyesmik. Most őszintén fogalmam sincs, hogy hogyan kell egy beszélgetést indítani egy olyan emberrel, akit nem is ismerek és még ő se ismer engem. Nem vagyok se egy riporter vagy újságíró, én csak egy Ark játékos vagyok és csak egy sima ember a neten. Eléggé antiszociálisnak mondhatom magam, nem nagyon szoktam addig beszélgetést indítani emberekkel, amíg ők nem indítanak úgymond felém. De ez a fickó nem fog csak úgy magától rám írni, szóval úgy döntöttem, hogy lazára veszem az egészet és csak úgy megkérdezem tőle. Nem akartam túlságosan nyomulós lenni, vagy ilyesmi, szóval csak megkérdeztem. Szóval ennyi. Hello, igaz az, hogy annak idején dolgoztál az Ark nevű játékon? Mint gondolod, nem igazán számítottam válaszra, de meglepetésemre szinte azonnal jött válasz. Ja. Oké, ez eddig jobb, mint a semmi, úgy vélem. A jég megtört, ideje volt feltenni a valódi kérdést. Van egy kérdésem az Ark pályával kapcsolatban. Semmi komoly, csak egy apróság, amire remélem tudsz válaszolni. 2 perccel később, lökjed. Beszédes kis csóka. Na lássuk. Nem olyan régen játszok az Ark Ascended-del single playerben. Észrevettem, hogy valamilyen oknál fogva a karakterem meghatározott időpontokban hal meg a kora hajnali órákban. Tudom, elég hülyén hangzik, de van fogalmad arról, hogy mi történik? Már napok óta az őrületbe kerget. Miután ezt megkérdeztem, Anthony totálisan elnémult. Komolyan mondom neked, eléggé felmérgelt, hogy nem válaszolt, mert rajta kívül más nem tudhatta, hogy mi folyik itt. És egyszerűen nem válaszolt. Másnap se, harmadnap se,
egy hónappal később sem. Minden reményem elszállni látszott, és úgy éreztem, hogy soha nem fogom megtudni, hogy mi van ennek az egésznek a hátterében. Az én kicsinke kis közösségem miatt itt a YouTube-on pedig nem tudtam volna elég nagy port kavarni belőle, hogy egyáltalán megpróbáljam rávenni az embereket arra, hogy segítsenek rájönni, hogy ez mi is valójában. Szóval az ügyet le is zárhatjuk. Ha csak... 4 hónappal később kaptam egy új üzenetet Anthonytól. Az üzenet mindössze annyi volt, hogy a Green River gyilkos. Én erre mi? Megint semmi válasz. A csóka megint teljesen elnémult. A Green River gyilkos? Mégis mi ez? Lehet, hogy másnak akarta küldeni ezt az üzenetet? Passz, nem tudom. Viszont erről a névről már hallottam korábban. Ha most megállítod a videót, akkor te is nyugodtan utána nézhetsz, hogyha van kedved. Van róla magyar Wikipédia oldal is, de elmondom röviden, ki és mi ez. Gary Leon Ridgway egy amerikai sorozatgyilkos volt. A Green River gyilkos néven is ismert. Seattle, Washington államában összesen 71 gyilkosságot vallott be, de feltételezik, hogy áldozatainak száma jóval több volt. Ő az Egyesült Államok történelmének legtöbb áldozatot szedő sorozatgyilkosa volt. Tüzetesen végigolvastam a Wikipédia oldalt, hát ha találok valamit, ami nyomra vezethet, de akárhogy néztem, semmi. Tényleg semmi. Napokig böngésztem, mint hiába. Kezdtem azon gondolkozni, hogy mégis mi lehet az oka, hogy milyen szár kötheti össze ezt a két dolgot, vagy csak valamit nem veszek észre? Az egyetlen dolog, amit valamilyen szinten összetudtam kötni a Green River-i gyilkossal és az Ark-kal, az csupán annyi, hogy a már az említett sorozatgyilkos és a Wildcard stúdiója is Seattle-ben van. Anthony is ott lakik, de ezen kívül semmit se találtam. Aztán egy nap elővettem megint az ügyet, hát ha csak vak voltam és nem vettem észre valamit. És akkor rájöttem, hogy egy hatalmasat hibáztam. Ugyanis én a magyar Wikipédia oldalt böngésztem, ami valóban leírja a történetének nagy részét, viszont ez az oldal egy régi 2016-os verzióról fordítottak át. Ha a forrásra kattintunk, akkor ki is írja szépen, viszont az eredeti, legfrissebb verzióját is el lehet érni. Mondanom sem kell, hogy lázasan átnyálasztam minden egyes betűt, és nem is kellett sokat várni arra a részre, ami igazán megdöbbentett. A legfrissebb wiki oldal szerint a Green River gyilkos aktáit az SPD, azaz a Seattle-i rendőrkapitányság újra nyitotta, amiért 3 újabb áldozatról azt derítették ki, hogy a korábbi áldozataihoz hasonlóan a büntettet a jellegzetes Green River gyilkos módszerével követte, vagy követték el azokat. Ezen gyilkosságok közvetlenül nem köthetők a sorozatgyilkoshoz. Valószínű, egy imposztora állhat a gyilkosságok mögött. Teljesen lehűltem, de itt még nem ért véget az oldal. Az első áldozat a 28 éves Zoe Benson volt. Holttestét 2014. augusztus 2-án találták meg a külvárosi Frozen Fang Nemzeti Parkban. A rendőrségi jelentés szerint a halál beállta éjjel 0 óra 33 perc. 4 hónappal később, 2014. december 5-én a 25 éves Whitney Dorsey-t nagyon hasonló helyzetben találták meg a Frozen Tooth Hotel szemetes konténerében. A rendőrségi jelentés szerint a halál beállta éjjel 1 óra 38 perc volt. A harmadik és utolsó áldozat a 32 éves Jen Hansen volt, akire a hegymászók bukkantak 2015. február 17-én a Force Peak hegytövében. A rendőrségi jelentés szerint a halál beállta éjjel 2 óra 9 perc volt. Tehát ezeknek a gyilkosságoknak a helyszínei alapjául szolgáltak az Island Map egyes helyeinek. Továbbá az áldozatok halálának időpontja pontosan stimmel azokkal az időkkel, amikor a játékban meghaltam. A rejtély megoldódott. A látszólag véletlenszerű halálok csak egy easter egg-szerű referenciák voltak a Green River gyilkos imposztorának gyilkosságaira. De ez egy kicsikét fura easter egg, nem gondolod? Mentem is egyből Redditre megkérdezni Anthonyt, hogy mégis mi a bús picsáért csinált egy ilyen easter egget a játékba. De megint csak nem kaptam választ.
Viszont ezúttal ez egy kicsikét más volt. Emlékszel, még az elején mondtam, hogy Anthony eléggé aktív volt a szociális oldalain, például Redditen napi szinten csinált valamit. Viszont azóta, mióta az utolsó üzenetet kaptam tőle, azóta ezt teljesen befejezte, már ezt sem használta. Nem sok ember tud róla, talán még te sem, de az Egyesült Államok Washington államának van egy online publikus adatbázisa az összes ott lévő lakosáról az alapvető adataival. Ezeken szerepelnek bűnügyi bejegyzések, hogy van-e jogsia, vagy nincs, és természetesen igen, hogy élnek, vagy halottak. Hát nem fogod elhinni, hogy mit találtam ezen az oldalon. Anthony Jonathan Davis halott, 45 évesen. 2024. március 11-én öngyilkos lett. Pontosan azon a napon, amikor utoljára küldött nekem üzenetet. Hölgyeim és uraim, Anthony Davis, a Wildcard Studio programozója, az Ark pálya tervezője, sorozatgyilkos volt. Ráadásul a példaképe imidzsét követte. Az Island Map, amit ő tervezett és dizájnolt, nem volt más a számára, mint egy egyértelmű hivatkozás a bűncselekményeire, amit elkövetett. Ez egy nyílt kigúnyolása volt az áldozatainak úgy, hogy a valódi tetteit tükrözi, miközben őt nagy örömmel tölti el az, hogy közben senki más nem látja át ezt az egészet. Tipikus sorozatgyilkos viselkedés. Viszont ha még nem győztelek meg eléggé, akkor hadd mutassam meg neked ezt. Egy egészen meglepő dolgot észrevettem később a felvételeken, amikor tesztelgettem azt az egészet. Megváltozott a helyek neve is. Ellenben ha nappal vagy az alapbeállításokkal vagy ezen a helyen, akkor minden normális. Csak így kikockázva lehet éppen csak észrevenni, de ott van egy villanásnyi időre. Látod? Amikor átvált az óra, akkor átvált a hely neve is. Frozen Fang helyett Zoe Remnant, azaz Zoe maradványai. Whitney's Rest, azaz Whitney's nyughelye a Frozen Tooth helyett. És Jenny's Lay, azaz itt fekszik Jenny a Force Peak helyett. Na de a kérdés még mindig a levegőben van, hogy miért is lett Anthony öngyilkos? Nos, minden kristálytisztává vált, mikor ezeket a sorokat olvastam. A Green River Impostor gyilkos ügyén dolgozó, az SPD rendőrfőnöke Ted Langley bejelentette 2024. március 13-án, hogy újra nyitják az aktákat. 10 év után újabb nyomokat találtak, a boncolási technológia fejlődésének köszönhetően, amelyek segítettek az áldozatoknak igazságot szolgáltatni. Anthony ezt tudta, hogy rá fognak találni, így véget vetett a saját életének is, hogy megmeneküljön az igazságszolgáltatás elől. Viszont van itt még valami, a legszörnyűbb dolog az egészben. A legszörnyűbb dolog az nem más, mint hogy kitaláltam az egészet. Igen, Anthony Davis nem egy sorozatgyilkos. Valójában ő nem is létezik, sőt, a képe sem létezik, ez csak egy AI generált kép. Nincs is ilyen, hogy a Green River gyilkos imposztora. A karakterem se halt meg a hegyeken, csak úgy a semmitől, minden el lett játszva, és hát az összes információ a Photoshop és a vágó program műve. Szóval a kérdés, amit most biztos felteszel nekem, hogy miért csináltam én ezt? Nos, ti akik itt vagytok a premiéren, remélem tudjátok, hogy április 1-je van. Ez nektek csak elsősorban csak egy kis tréfa akart lenni, ami persze fel fog maradni később is, így te, aki ezt a videót később látja, ne aggódj, van itt más is. Szolgáljon ez a videó egy tanúsággal, ami nem volna más, mint hogy amit az interneten láttok, hallotok, olvastok, az nem mindig feltétlenül igaz. Legalábbis nem teljesen egészében. Nagyon sok csaló lakozik az interneten, viszont ők nem fogják elmondani azt a videójuk végén, hogy csak átverés volt az egész. Szóval ezzel kérlek, nagyon vigyázzatok. Viszont egyeseknek ismerős lehetett ez a videó, és hát nem is csodálom, hisz egyik ismerősöm, Hexagon Alex már csinált egy ilyet, igaz, az World of Warcraftos volt, viszont megkérdeztem, hogy felhasználhatom-e a történetét, így Arkosra megváltoztatva azt. Köszönöm neki itt is, hogy engedélyt kaptam rá. És kedves Wildcard Studio, kössétek fel légy szíves a gatyátokat, és húzzatok bele abba a munkába, mert ha már egyszer elkértetek egy valak pénzt azért, hogy a régi játékotokat újra kiadjátok trehányabb minőségben, akkor lassan nem fog senki sem maradni, aki játszana vele. Tőlem még kap egy esélyt ez a játék, de ha így folytatja, akkor profilt fogok én is váltani. És a végére köszönöm neked is, hogy itt voltál. Vigyázz a csalókkal, és jó easter egg keresgélést!